mai vlog az utazós vlog lesz. Hamarosan indulunk a magyar tengerpartra, azaz a Balatonra. Viszem föl ugyanis a szüleimet, ők ott fogják tölteni ezt az egy hetet, amit még itthon maradnak. Nem megyünk. Azt a drága szívedet integessél, mondjad. Sziasztok! Papa! Sziasztok! Papa! Mondjad! Képzeljétek, épp tankolok a kocsiba a benzinkúton, és oda szalad hozzám egy kisrác, és akkor oda köszön, hogy hello, szia, én vagyok, az Evon. Olyan hirtelen jött az egész, hogy nem tudtam, hogy mire gondoljam, mire véljem, hogy ki jön, meg micsoda, és utána leesett, hogy biztosan nézi a vlogot, és utána gyors vissza is kerestem az egyik videó alá, volt ilyen pár komment, hogy a Murka látott valahol, és hogy kérdeztem tőle, hogy miért nem jött oda hozzám, blablabla, bla, és akkor most megfogadta a tanácsomat, és oda jött hozzám. Köszi szépen! Úgyhogy ha láttok valahol sétálni az utcán, vagy kamerával idétlenkedni a kezembe, nyugodtan gyertek oda, nem fogtok zavarni, ígérem, hogy senkit nem fogok megharapni. Villámgyors pisi és kakiszünet. Megálltunk pihenni, ha már itt vagyunk, akkor gyorsan megreptetjük a madárkát. Hát nem volt szerencsénk a WC-vel, ugyanis le volt zárva, nem lehetett bemenni, mert éppen takarították, de azért inni ittunk, hogy biztos, ami biztos. Ebben a hőségben úgyis pótolni kell a folyadékot. Induljunk tovább. Ugyan nézzétek már, hogy mit kaptam. Ez az új autó, mit szóltak hozzá? Nyomjatok egy lájkot, hogyha tetszik. Ha nem haragszotok, akkor megyek és megmátozok a Balatonban. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk holnap. Sziasztok! Gyerekek, nagyon nagy gáz van. Mikor ide jöttem a Balatonra, nem is jutott eszembe, hogy nincs internet, vagy hogy nem lehet internet egyáltalán. És hát az a helyzet, hogy nincs internet, tehát nem tudom föltölteni a tegnapi vlogot. De a mait azt már fel tudtam tölteni, mivel hogy már otthon vagyok valószínűleg. Most jelen pillanatban még mindig itt vagyok a Balatonnál, az egyik ismerősömnél, egy nagyon jó ismerősömnél. Most az a helyzet, hogy mióta Sophie megszületett, igazából előtte se volt olyan alkalom, amikor ennyi időt Évi nélkül töltöttem. Most mióta Sophie megszületett, azóta még nem is volt egyáltalán olyan alkalom, amit külön töltöttünk, tehát ilyen, hogy napokig távol legyek. És hát megmondom őszintén, hogy nagyon hiányoznak, és rossz tőlük így ilyen messze lenni, és azokat az élményeket nem együtt átélni, mint amiket már megszoktunk. És ez most ez a szeder ágacska ide belelóg a képbe. Nézzétek, milyen szeder van itt! Ezt nézzétek! Itt vagyok most jelenleg Tapolcán. Körülbelül 100 méterre állok a Tavas-barlangtól, ahova nem fogok most bemenni. De ez is egy következő adásban, egy következő vlogban biztosan, hogy benne fog lenni, mert én még nem voltam ezen a helyen, de nagyon szeretnék elmenni. És viszont mutatok nektek egy éttermet, ahova érdemes benéznetek, hogyha itt jártok Tapolcán. Itt van a hátam mögött a Tavas-barlang. Csak egy jó tanács szerintem, hogyha ide beszeretnétek jutni, akkor vagy nagyon korán gyertek ide, vagy hozzatok magatokkal sátrat. Ezzel is ennyien vannak csak. Konkrétan sor áll. Itt a hátam mögött van ez a kapu, ez a szép zöld épület, jelenleg zöld, most ki tudja, hogy mikor nézed a videót, lehet, hogy 2 év múlva már ez sárga lesz. A lényeg az, hogy itt a főtér, és ezen a kapun, hogyha bemész, akkor el fogsz ájulni a látványtól. Megmutatom, hogy miről is beszélek. Keresétek a sárkányt! Hello, kutyi! Nem jó fele mész? Most ilyen kilátásnál szerintem sokkal jobban esik még a kaja is, nem? De. Szerintem de. 1 hour later. Hú, gyerekek, én degeszre zabáltam magam. Nagyon jó lenne még maradni, de az a helyzet, hogy rövidesen el kell induljak vissza Makóra. Közel 4 órás út áll előttem, úgyhogy az egy kicsit húzós lesz. És nagyon szeretnék még fürdetés előtt hazaérni, hogy tudjam segíteni a küldetésben Évinek. Találkozunk Makón! Annyira szép itt a táj, hogy érdemes megpróbálni felküldeni ebbe a nagy szélbe a drónt egy picit, hogy megnézzük innen felülről, hogy hogy néz ki ez az egész. Nézzétek! Dombocskák vannak itt hátam mögött, süt százágra a nap, fújdogál a szelecske, elég erősen hozzáteszem. Na nézzük ezt a drónt! Az a helyzet, hogy iszonyatosan erős a szél, alig tudtam visszahozni a drónt. Egy picit megdobbant kétszer-háromszor így jó mélyet a szívem, tudod, amikor olyan igazi félelemérzetben vagy. Nem tanácsos nagyon-nagyon erős szélben drónt reptetni, mert ugyanis olyan annyira fúj a szél, hogy alig tud visszajönni szerencsétlen kis drónocska. Annyira azért nem erős a motorja.